kormányból egy a tüzet nézi lányra éget, más levegővel cimborál. Van köztük egy, ki vízzel játszik, elvarázsol, aki föled is korál. Indulj, jobb most, ha gyorsan eltűnsz. Szöktetés a kavigorból. Fejleszti ki a teljes hatalmát. Egyáltalán nem tudom ellopni az élet erejét. Úgy aggódik, az aggódás gyengeséget okoz. Szevasztok, fiúk! Gondoltam, kimegyek a parkba rajzolgatni egy kicsit. Csatlakoztok? Ahogy közeleg a koronázási ünnep, egyre több dolgunk akad, Ilion. Hát jó. Nézd, ezt rólad rajzoltam. Ó, annyira tehetséges vagy. Látni akarom őket. Ilion, mondtam neked, a földi szüleid jól vannak. Az életem részei voltak 12 évig. Nem tetszik, hogy hazudtak nekem az igazi származásomról, de szeretem őket. Tudom, hogy nagyon mérges voltál. Csak azért, ahogyan bántak veled. De ha te megbocsátasz nekik, akkor én is. Egy gyönyörű házban élnek fent a hegyekben, messze innen, de érted, elhozatom őket hozzák. Tényleg? Ez nagyon jó. Köszönöm. Az utolsó nap őrváltás előtt. Erre egy rab meg akar szökni. A csótányok nagyon nyugtalanak. Megetessük őket. Ha a parancs ellenére teszed, akkor velünk etetik meg őket. Cím, hadd legyek rád büszke! Gyerünk, 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 gyerünk! Strike! A titok a cipőben van! Lányok, miért bowlingozunk, amikor tudjuk, Phobos mire készül Ilion ellen? Hát, az akciónapját tudjuk. Addig meg mit csinálhatnánk? Álljuk körbe őket! Hé, hey, képzeld azt, hogy a kugli Phobos. Igen! Sikerült! Ugye tudod, hogy az a cél, hogy eltaláld a bábukat? Mindenki el tudja találni őket, van vagy 10 belőlük. De ki tudja kikerülni őket, ha-ha? Egy lázadó. Ha már itt tartunk... Ilion szülei, Thomas és Eleanor Brown. Tudom, hol tartják őket fogva. Igen! Akkor mehetünk szétrugni pár hátsót. Vegyük le ezeket a ronda cipőket és tűzés. A kavigor börtönben vannak. Áthatolhatatlan. Teljesen a föld alatt van. Nem tudunk felásni a végtelen városból. Mármint, ha végtelen, akkor az minden alatt van, nem? Csak onnan sikerülhet. De kockázatos. Phobos nem gondolt arra, hogy lent keresse a bázisunkat. Ha rájönnek, hogyan jutottunk be, és megtalálják az ősi várost, a felkelésnek befejezik. Ha-ho!
Kicsi fuvar. Mennyire édes! Nézzétek, egy fagyistálka! A kavigor egyetlen alapelven épült. Könnyű bejutni, de lehetetlen kijutni. 30 méteres szakadék van az első szint alatt. Még az őrök sem tudnak kijutni. Kötéllétrákat használnak őrváltáskor. Egy cella így néz ki. De jó, WC papír guriga! Hoppá! Ha megtaláltuk Bránékat, Will nyit nekünk egy átjárót és kivisszük őket. Aztán mi is átmegyünk, és mindenki azt hiszi, így oldottuk meg a bejutást. Igen, de lehet, hogy nem ismerjük fel őket a meridiáni alakjukban. Viszont minden cuccuk ott van a régi házunkban, ha onnan elhoznánk valamit, amit hordtak ezelőtt. És magunkkal vinnék Mr. Vérebet. A blank hasznos van jutalom. Ne feszíts túl a húrt. Oké, reménykedjünk, hogy az alsó szint nem füstölög valami forró cuccban. Vagy még rosszabban. Vacsora, árulok! Miért? Biztos van valami csókotok a nagyoknál. Tomás, szükségünk van az erőre. Ennünk kell. Őrzők, egyesüljünk! Akkor víz! És tűz! Föl! Levegő! Itt találkozunk 4 óra múlva. Ne menjetek le a börtönbe, ha nem muszáj. Jól van, repüljünk oda a lyuk fölé. Jól van, Hélin, Tairani, Irma a bejáratnál vannak. Erre. Kedves kis Tri. Ja, szia. Cedric most ment el, hogy elhozza a szüleidet. Remek. Köszönöm még egyszer. Miért van annyi katona? Ha a felkelők vagy az őrzők véletlenül elkapnák őket, sosem bocsátanám meg magamnak. Ó, megyek, feldíszítem a szobájukat, hogy örüljenek, és az enyémet is egy kicsit rendbe kell hozni, ezért mindig nyaggattak a földön. De jó, már ettetek. Beszélnünk kell veletek a csodálatos új életetekről. Így el tudjátok mesélni Ilionnak. Már biztosan odaértek. Remek. Pontosan a kavigor alatt vagyunk. Cornélia, te fel tudod nyomni a sziklát a börtönbe, de mindenképpen halkan kell csinálnod. Hé, szőke vagyok, nem pedig buta. Jól van, csak mondtam. Tudom. Fej! Megfelelt az elvárásainak. Ezt biztosan imádni fogják. Kösz a segítséget, Miranda. Ugyan már. Hallottam, hogy hosszú az út, fáradtak lesznek, mikor ide érnek. Nem kéne sokat kérdezgetned őket.
Minél több bőrt terelünk el a cellától, annál jobb. Csináljunk egy kis lármát végre. Erre biztosan ide figyelnek. Itt jönnek! Bocs, fiúk, de ennél nagyobb védelemre lesz szükségetek. Az első emelet. No, már megint. Biztosan valamilyen felkelésre készülnek. Mindenki jöjjön ide. Valami nem stimmel a börtön bejáratánál. Szép munka, Cornélia. Köszönöm, Will. Blank nyomom van. Indulás! Rendben, szóródjunk szét, úgy kisebb a célpont. Cornélia, zárd be a lyukat! Tessék! Nem, igaza van. Nem engedhetjük, hogy valaki megtalálja. Nincs lyuk, nincs lyuk! Menjünk fel a cellákhoz! Mondd, hogy nem repülnek! Várjatok! Gyorsabban! Ez Cedric! Túl sokan vannak, hogy harcolhassunk. Figyelmeztessük Willt! De ha lemegyünk rajta, követni fognak. Nekünk pont onnan kéne eltávolítanunk az őröket, emlékeztek? Tudom, de a jégfickó mindjárt ideér. Nem. Nem? Itt sincs Brown. Biztos vagy benne? Próbáljuk feljebb. Voltatok már vízi csúszdán? Persze! Igen! Mit szólnátok egy nagyon ultra félelmeteshez? Jaj, ne! Én addig feltartom őket! Nem értem. Hova tűntek?
Itt! Vigyázzatok! Föld! A szag nagyon brown, de nincsen brown. Önök szállítják a friss olajakat? Mr. és Mrs. Brown, mennünk kell most azonnal. Menni? De hát kedvesem, itt minden olyan szép. Ez a mi otthonunk. Ah, Phobos rakott valamit az ételbe. Srácok, baj van! 1000 méter mélyen vagyunk a föld alatt egy börtönben, emberevő csótányokkal körülvéve. Milyen baj lehet még? Itt van Cedric vagy 1000 katonával. Jaj, ne! Hol van Irma? Feltartóztatja őket, de megvannak. Azt se tudják, hogy itt vannak. Volt valami kábítószer az ételben. Csoda szép hegyik voltak. A földszinten csótányok vannak. Ne kérdezd. Nem hagyhatjuk itt a többi rabot. Haylin, keresd meg, mi nyitja ki az ajtókat. Cornelia, menj fel és segíts Irmának. De még idő kell nekik, menjünk! Bekerítitek saját magatokat! Hordjátok el a köveket! Mindenki erre jöjjön! Nincs sok időnk! Nem tudunk kijutni! Dehogy nem! Siessetek! Emberek, van egy átjáró, amin kijuthatunk, de egy emelettel feljebb van. Segítsenek mindenkinek! Gyerünk! Gyorsabban! Gyorsabban! Levegő! Kacske. Lezártam a lépcsőket, de nem fogja sokáig bírni. A csótányok elszabadultak. Segítek Haylinnek. Siess! Nem, Blank, nem vagy a tengerparton. Az a lábad. Mi nem tudom, hogyan köszönjük meg. Alig ismertek, és mégis kiszabadítottatok. A gondját viselték a legjobb barátnőmnek 12 évig. Hát, reméljük, hamarosan viszontláthatják Illiont. Kérlek,
Ne hagyjátok magára. Nem fogjuk. Mekkora az esélye, hogy egy átjáró nyíljon a legbiztonságosabb börtönöm belsejében? Tulajdonképpen, hercegem, talán ez még a hasznunkra is lehet. Visszajöttél? Hol vannak a szüleim? Annyira sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de megtámadtak bennünket hazafelé jövet. A felkelők elvitték a szüleidet. Mit fognak csinálni velük? Ne aggódj, Ilion, visszahozzuk őket, és az elrablóik megfizetnek, ígérem. Magyar hangok. Nemes Takács Kata, Dögei Éva, Mánya Zsófi, Simonyi Piroska, Rohatis Andrea, Vági Viktória, Bókai Mária, Breyer Zoltán, Pálmai Szabolcs. Magyar szöveg Szent Miklósi Ágnes, hangmérnök Házi Sándor, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.